Na, Norbi, mi ez? Mondj róla pár szót. Ezek meteorológiai szondák, amiket itt lehet látni. Méghozzá ezeket Ausztriában bocsátották fel. Tehát a meteorológiai szolgálatok, ezek általában Grazból vannak, van olyan, amit Szlovéniából bocsátottak fel, illetve van itt egy olyan, majd külön megmutatom, amit a szlovák légierő bocsátott fel. Tehát katonai. Igen. Ugye, hogyan zajlik az ilyen? Van az egészen, ez sajnos össze van gabajodva, úgyhogy nem tudom szétgabajítani, de az egész egy nagy lufi. És ez az alján lóg? És ez az ajánlom, igen, most megvinázom. Szóval van ez a lufi, fölfogyás, vagy kínzomillal, vagy kínzommal. Ez az elsődleges, amit alkalmoznak. Lehet persze mással, ami a levegőnél könnyebb, mondjuk metánnal, de azt nem nagyon használják. Amikor fölfújják, akkor ez körülbelül olyan másfél-két méteres, két és fél méteres, annak függvényében, hogy milyen balonról van szó, tehát hogy milyen a mérete, a méretezése. Emelkedik, 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 és amikor olyan 25-30-35 40 kilométeres magasságban van, annak függvényében, hogy milyen a méret, meg mennyi gázt raktunk bele. Szétdurranik. Tágul, és 10-10 és fél méteres nagyság, 11 méteres nagyságban szétdurran. Van olyan lufi, ami 6 méteres nagyságban durran szét, tehát akkor is elsődlegesen olyat szoktak alkalmazni, ami akkora tágul, mint egy ház. A balon alatt lóg egy ejtőernyő. Ez most egy pici ejtőernyő, vannak ekkorák is. Azt nem hoztam el, az macerás lenne itt nagyon mutogatni. És ami itt van és bele van sajnos gabajodva, ez már eleve gabajodva esett le, balesetveszélyesen ért földet. Így kell elképzelni, én gabajodva ért földet. Ez balesetveszélyes. 45-55 méter között van ez a zsinór. Amin lóg maga az eszköz. Az egész eszköz, igen. És akkor... És melyik eszköz lóghatott rajta, vagy... Ezen nem tudom már, összegyűjtöttem jó párat, de egy ilyen például, ez most darabokra van már szedve. És ez hungarocell a külseje, és akkor ebbe van benn maga az elektronika. Pontosan. Már egy picit? Majd mindjárt mutatok még látványosabb képet róla. Oké. Vaisala, ez egy finn gyártó. Ez például Ausztriából bocsátották föl, még magyarul is rajta van, hogy tisztelt megtaláló mit csináljon. Elektronikai hulladék és környezetszennyezést, hogyha úgy is összegyűjtjük, igen, akkor utána megfelelően dobjuk ki, illetve az is... Az elemeket már te raktad be, vagy ezekkel volt? Nem, ezekkel volt. A legtöbb, gyakorlatilag úgymond, hogy a legtöbb, nem tudom, hogy az összes, de szinte az összes meteorológiai felbocsátó intézet kiírta a weblapjára, hogy lemond a szondájáról. Tehát, hogy nehogy véletlenül valaki úgymond lopásnak gondolja. Nem az, mert így vagy úgy nem érdekli őket, többe kerülne begyűjteni és újra hasznosítani, és minden mellett... Ha sérült használni, meg nem lehet. Használhatatlan lenne. Éven. Csak el a fogom. Ja, tessék, olvasd csak. Így néz ki a belsejében az ilyennek a... Hogyan? Ez az antenna. Nem. Ez így néz ki az elektronika a belseje. Ez, ami adja lefelé a jelet meteorológiai sávon. 400-400 pár megaherceken. Van olyan, ami 406, 404, 404 egész valamennyi. Mindegyiknek van kijelölve egy sáv. És megfelelő teljesítmény. Azt sajnos nem tudom fejből. De azt hiszem, hogy igen, olyan 200 és 500 milliwatt körül, valahogy egy picit, tehát nem olyan erős. Hát ott fönn a magasba igazából. Teljesen mindegy, mert közvetlen kapcsolat van. Egyenes irányú terjedés van, tehát... És itt van valahol a tetején elhelyezve a GPS. Tehát a kis ilyen kis szenzorok között valami, amelyik ott van, az maga a GPS fevőegység. Fog meg, Norbi? Igen. Csak nem tudok rá... Jó, tessék. Így a helyes igazából a tartás. Aha, oké, jó. Ráfókuszáltál, tessék? Igen. Tehát akkor itt benn van egy GPS vevő, és mindenféle más. Akkor még hol az antenna? Itt, ezen ott vesz le. Az a pici maga a GPS, itt a pici... Panel antennája. Lehet, hogy az a kis... Igen, az, valószínűleg. Nem tudom én sem. Mert az meg igaz, bemegy valami. Én sem tudom precízen, hogy melyik ezek közül, de egy mobiltelefonban is ilyen pici GPS antenna van. Ami itt van, már egy kicsit megnyomódott, de ez páratartalom, hőmérséklet, légnyomás, mérőszenzor részecség. Tehát ez páratartalom, hőmérséklet, légnyomás, és el is van már törve, tehát lehet látni, hogy sérült. Fog meg Norbi picikét, csak magát a lemel. Ez már nem lehetne újra használni. Aha, ott van, látszik. Itt. Oké.
Szóval így néz ki egy ilyen kisebb méretű. Megengeditek, hogy ide? Azt a helikál... Ja, elvitte a tetejét a kedves visszahozza az István majd. Mindegy, ettől függetlenül. A... Így néz ki, amikor egy állat megrágja a mezőn. Tehát ez most már ki van szedve a belseje, de így néz ki, amikor a mezőn két nappal a lepottyanás után... Tehát a róka szájából szedted ki. Igen, körülbelül, de szerintem ez inkább nem róka, valószínű, mert inkább egy kis őzike, vagy egy szarvas, valamelyik a kettő közül. De annak... Nem, amikor érzik ezek, akkor azért utána hajlamosak kiköpni. Tehát, és lehet látni rendszeresen az... Meglátta rajta a szlovák feliratot, ki is köpte. Nem, ez nem szlovák volt, ez szerintem egy osztrák verzió volt például. Akkor még már tűncsinné. Szóval Hungarocell, ami ugye a hőmérsékletet is tartja, tehát hőtartás. Általában ilyen lítium elemet raknak bele, de közönséges elem is lehet benne. Tehát ki lehet venni. Tehát a lítium elem véget tudja a nagy tartó sáramforrás. Ennyi, pontosan. Ezek jó néhány órán át képesek működni, és hiába van fönt mínusz 60, 2, 3, 4, 5, 6, mínusz 70 fok majdnem, így kell elképzelni. Akkor is. Olyan nagy hőt termelnek ezek az elektronikák, nekem is van olyan APR-esem, amivel valomozok, hogy így mondjam. Tehát folyamatosan 10 fok fölött tartja. A hőt önmaga. Azt a helikál antennásat mutasd meg. Most szeretném megmutatni mindjárt, itt egy ilyen helikál antennás verzió. Ez is Vaisala gyártású, ez is egy meteorológiai szonda. Finn. És melyik antenna, oké, vigyázz, melyik antenna, melyik, azt mondd el nekünk. Igen, most akarom pont elmondani, hogy ugye így néz ki a belseje, az elektronika. Ez bizonyos értelemben azért, hogyha valakit fejbe ver, akkor egy kicsit veszélyesebb. Köszönöm szépen. Nem, jó ez így. Lehet látni az elemeket, ezek szintén lehetnek akár akuk, lehetnek elemek, tehát nem feltétlenül ilyet kell belerakni. Az olcsóbbik modell, van olcsóbb modell, ott nincs ilyen kapcsoló, ott szó szerint össze kell dugni az egészet, és kész. Abban nem ennyi elem van, hanem három darab ilyen kicsi, az a CR, mit tudjam én, milyen rövidítésű. Hát három más normál ceruza. A víz az ugye alapból nem jó, mármint a rádióhullámok hajlamos szigetelni. De ez a víz konkrétan mit szolgál? Súlyben? Melegít. Mert ennek nem olyan az elrendezése már. Tehát hamarabb át tudna hűlni. Igen, és itt kint van egy ilyen helikál antenna. Ez veszi a GPS-nek a jeleit. Tehát ez a GPS-nek az antennája. Ugyanúgy hőmérséklet, páratartalom, légnyomás itt fönt, és adja lefelé a jelet. És nagyjából így kell ezt elképzelni, hogy ha nagyon-nagyon szét akarom szedni, akkor szét lehetne feszíteni. Itt alul ez az adatcsatlakozó. Le van ugye egyszer szigetelve, és adatcsatlakozó, ezekkel lehet kalibrálni, tehát ezek kalibrációs helyek. Tehát felbocsájtás előtt bekalibrálják. Igen, pontosan, ha olyan, igen. Tehát azon a területen, ahol vannak. Arra a frekvenciára beállítják, így kell elképzelni, és utána pedig... Igen, a Nikon a jó fényképezőgép, én is azt mondom, a Nikon a jó. És tudod, de mit csinál a Nikon készenlőti állapotban? Mi? Ki néz a Nikon a jó? Laci! Ez pedig francia gyártású eszköz, a modem, Meteo modem a márka, ez az M10-es verzió, ez is így lóg, tehát ugye nem tudom eléggé, hogy súlyoztam-e, hogy... De jó az. Tényleg, Norbi, karácsonyfára nem aggattad fel őket. Nem aggattam, de ez is ugye gyakorlatilag ezen a... Szerintem minden állatok eszik le. Nem, hát... Csak a Norbiék kertjében. Én eddig 14... Gyanús módon. 13-4 darabot szedtem össze, nem tudom mennyit, azt hiszem 14-et. Hogy meg? Megfelelő koordináták alapján, ahol lepottyant. Hát ők is figyelik azt a frekvenciát, és... Vannak hozzá megfelelő források a neten, tehát igazából bármilyen amatőr rádiós hozzá tud férni. Én ezt szívesen elmesélem négy szem közt mindenkinek. Ez egy külön műsor, ez lepottyant a kertbe, és mindahogy elmondtad, szabadon begyűjthető és elektronikai hulladéknak minősül. És akkor ez a francia verzió, ez egy kicsit egyszerűbb, fog meg nyugodtan. Néz ki, amikor szétbomlasztódott már a Hungarocell körülötte, és teljesen saras. Van a nézet, még tranzisztorokkal oldja meg.
Ez egy panel, ez egy panel antenna maga? Ez ennek a belső. Ez értem. Tehát ennek a térrendezése ez, hogy megmutassam így, né? És ha ugye oldalra belenézek egy újba, így néz ki az oldala. Tehát itt van az áramforrás, ott az elektronika. És a panel felépítés, mutasd meg nekünk, mert ez egy picit érdekesebb, főleg az antenna véget, hogy ez a rész, ez melyik antenna? Melyik? Ez nem az antenna, ez a rész. Ez itt merevítés. Ez csak egy merevítés? Ez műanyag, valami presspánszerű valami. Lehet, hogy ez az... nem antenna. Ugye, de, ez antenna. Hát ez szerintem egy antenna, mert ez egy ilyen fordított... antenna, könnyen lehet, hogy végül is az maga a GPS, itt van, ahogy a GPS-nek ez a szenzor részegysége. Nagy valószínűséggel, nem tudom, de nagy valószínűséggel a Trimble gyárthatja magát azt, ami a GPS-nek az elektronikája. Általában az ő márkájuk szokott lenni, eddigi ismereteim alapján. És akkor lehet, hogy ez maga a GPS-nek az antennája. El tudom képzelni, mert végül is az ég irányából jön. Értem, ugye merevítésként is, és esetlegesen egy ilyen már csak hiányzik, antennak. Róla, tudod, hogy hívják, de itt maga a panel, itt van. Már megvannak. És a szlovák légierőnek a felbocsátása. Ezt se kell visszavinni? Ez, nem, egyiket sem kell visszavinni. Kopog szokta laktanyába, egy csókom, két nylon táska. Jöjjön le ide a székre. Nem bírom megjegyezni annak a településnek a nevét, P betűs... Aztán, pontosan, na, tessék. Na. Igen, tessék, Poprád. Laci sok szondát vitt vissza oda, igen. Ez egy német gyártású, tehát ezt németek gyártják. És ez még egy külső műanyag borításban van. Tehát ez még a hungarocellen kívül van még egy műanyag borítás. Igen, gyakorlatilag arra van rácsiptetve, igen. Ugyanúgy szét lehet szedni. Ez egy kémkedi a légnyomást. Így néz ki a belseje. Kérek egy kis segítséget, finoman. És akkor kiveszem belőle. Ebből az elemére a legtöbbre. Aha. Itt van ugye maga a GPS. A GPS, igen. A hőmérséklet, páratartalom, légnyomás. Na nézzük meg az elemek, hány voltos? A 3 voltos. Akkor az 6 volt. Ez 6 volt. Tehát lehet, hogy akkor ez nagyobb teljesítménnyel is tud. Meg fogod, Laci? Csak így a panelt, mert akkor rá tudok fókuszálni. Van egy kapcsoló is. Várja. Így. Így. Tessék. Hát teljesen jól néz ki. Oké. És eddigi benyomásom alapján a szlovák légierő nem használ ejtőernyőt. Csak úgy pottyan. Igen, az most elég baleset lesz. Pontosan. Én nekem is. És mi van? Tényleg, hogyha ilyen... 15-20-25 méter per szekundummal ér földet ilyenkor ejtvergyön. Hát azért mondjuk hungarocellba belerakva, de mondjuk megsérül és kijön belőle a... Amikor ez benne van még egy műanyag borításban, egy olyan... Ja tényleg, mert abban van műanyag borítás. Egy kemény műanyag hártya, így mondom. Tehát az amiben... Ami a kemény irattartó átlátszó műanyag fúrja, így mondom. Tehát nem az a kis bugyi, amilyen puha, hanem ami a keményebb verziója. Na, olyanban van benne. Koppanik egyet azért. Úgyhogy nem biztonságos ezeknek így az alkalmazása. Norbi, köszönjük szépen ezt a rövid bemutatót. Akkor ezek voltak a szondáknak a leeső darabjai. Oké. Na, köszönjük Hegyi Norbinak.